és a végén még katarzis, és feláll a szőlőm, és üvöltve bőgök, de a szívem megszakad, de boldog vagyok, összefoglalva, naívan, hogy megyek egy előadásra, de ebben nem ez volt, ő csak érzeteket akart. Tudta, hogy a virt, ezért lett a cím, hogy ő tele van energiával, aki ismeri, hogy akart, hogy a tételekben, az etüdőkben jelenjen meg, nem a gondolat volt az első, és ez lehet, hogy... Tehát az érzetek megelőzték, és ő ezt csak akarta, hogy legyen. Szóval én hogyha csinálnék egy... Én koncertező zenész vagyok, én verseket zenésítek meg. Azért, mert tudom, hogy zenét, és ez nagyon érdekes volt az a beszél. Azért most megragadtam, gyorsan elmondom, bocsánat, hogy szépen nővesett az így szeretem volna élni, és csak a szívem érzi, elmondhatatlan. Soha nem fogok ilyen gondolatot magamtól, de meghallom, és az egész életem más értelmet nyer, és hála Istennek, kaptam egy hangszert, egy kicsi zenei gondolatvilágot, és elénekeltem. És hol van az, hogy én mitől, tehát tulajdonképpen önmagában minden bűnészet egész kell, hogy legyen, és teljes. Mire jó az, hogy találkozunk, és valami többlet lesz, és hol van az a szabály, hogy nekem még hozzá kell tennem, vagy csak kísérnem. Ez nagyon fontos, én sok táncos kísérek, amikor csak improvizálom. Mikor, és nagyon sokszor tényleg mondja a rendező, hogy erős a zene a mai napig, hogy nem, itt most ő rá kell, én nem tudom, hogy zenész vagyok, én mindig megőrülök, amikor játszom, de le kell ezt küzdeni. És hol van ez? Szóval ez egy nagyon hosszú munka, és folyamatos törekvésnek az eredménye, hogy én megérezzem, és képes legyek arra, hogy átér, és tudjam a helyzet dramaturgiájából, hogy most én nem szabad, hogy az én érzelmem, hanem én most igen hangszerem a kezemben, és nem tudom, én ott vagyok, a táncos mozdulatán függők vagyok, vagy a vers szavai, és igen, éppen muzsikálok, de mindegy, és nem veszi észre a közösség, hogy muzsikálok, de hallja, hogy énekelek, vagy játja, hogy mozog.